Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш Hello, dear friends. Hello, дорогие братаинки. Elkezdjük a szokásos vasárnapi webinárt. A stúdióban velünk van dr. Valky Lajtman. Jó napot! Boris Berszikovszky, én Simon Gyunok úr vagyok, és Sasha Kozlov. Mi a Nemzetközi Kabbal Akadémia instruktora vagyunk, a mai téma pedig, hogyan jutunk túl. Tehát ne, hogyan jutunk el a boldogság iránti valódi igazi aggodalomhoz és magához a boldogsághoz. Élőben lehet föltenni kérdéseket, mi készen állunk a kérdések megválaszolására, amit barátok fognak kötni nekünk. Ez a téma nyilván már el van készítve. Igen, tehát az összes részevő már tudja a témát Oroszországban, így van. Tehát, oké. Kérdések lehet föltenni, és hogyan használhatjuk ennek az érzékelését helyesen. Különösen ma igaz ez, mondja a Simeon, hogy hogyan tudjuk helyesen használni a félelemet, ami most a koronavírus miatt van, produktív, hatékony módon felhasználni. A Kabbala elmagyarázza számunkra, hogy mindenek előtt a legfontosabb aggodalma az embernek az kell, hogy legyen, hogy tehát minden a teremtőtől jön, és nekünk pedig ellent kell állnunk annak a félelemnek, ami a fizikai félelem. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy mindig megpróbálom magam úgy pozícionálni, hogy kapcsolatban vagyok a teremtővel, tehát nyilván ez egy tökéletes módon tudjon engem befolyásolni a teremtő, hogy amin van gondolatban, érzéseimben, az tökéletesen elér engem, az emlékeimben, hogy minden, ami elér engem, az minden pillanatban beláthassam, hogy a teremtőtől érkezik minden. Tehát ilyen módon kell elrendezni magam helyesen. A kérdés pedig mindig azt jelenti, hogy hol marad hely a félelemre, az izgatottságra, a negatív dolgokra, hogyha én valóban abban az állapotban vagyok, ahol a teremtőre kell, hogy szükségem legyen. A probléma tulajdonképpen nem is a félelmemben van, hanem abban, hogy én a teremtő elrejtése vagyok. Ha a teremtő elkezd feltárulni a számomra, akkor azt fogom érezni, hogy benne létezem, és jó, tökéletes, egyértelmű szervezet irányítással vezeti az egész világot. Hogyha én ezt így érzem, akkor nem lesz bennem fizikai félelem, mert nincs mitől. És nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a teremtő elrejtésével vannak problémáim, akkor indul a keménység, a nehézség, de oda visszaigaz, mert a teremtő feltárulása lesz tulajdonképpen minden jónak a forrása. Szent Péterváról kérdezi André nevű srác. A teremtő miért teremtette ezt a félelmet, mint motivációt annak érdekében, hogy feltárjuk? Miért kell a teremtő feltárulás félelme motiválni? A mi számunkra ez mindig azt jelenti, hogy neki fel kell tárulnia. Én szeretnék válaszom tőle rövid idézetet olvasni. Amikor a félelem az emberre ereszkedik, akkor tudnunk kell, hogy nincs más rajta kívül. És akkor, amikor túljut a félelmen, akkor látnia kell, hogy nincs olyan, hogy véletlen, hanem a teremtő felülről adja a véletleneket, és az embernek át kell adnia magát ennek, hogy túljusson a félelmen, és akkor, ha ez így van, akkor túl kell jutni mindezen, és kikérni, hogy nincs más sajta kívül. Hogyha én minden egyes lépés után a félelem nem távozik tőlünk, akkor példaként kell ezt megragadni, és azt kell mondani,
hogy ezzel a hogy a teremtő szolgálatával lehet kiváltani a félelmet, tehát a mennyek félelmébe kell átalakítani a fizikai félelmet, és ugyanolyan mértékű lehet a mennyek félelem, mint a fizikai félelem, és akkor ez egy felsőrendű félelem, és pontosan ezzel a felsőrendű félelemmel lehet meghaladni a testet. Hogyan kell hogyan tudná a teremtő felébreszteni egy egoista embert, hogyha nem azzal, hogy a kicsi egoista céljait megtöri, és kényszeríti az embert, hogy képes legyen a fejlődés útjára lépni. Hát ki más tudná ezt megtenni, nem a teremtő, aki létrehozta az embert? Hogyha nem a félelem és a izgatottság felébresztésével teszi ezt meg, ez a mintha, akkor be kell, hogy lássuk, hogy minden teljesen szükségszerű. Félelünk kell egy kicsit. Nyilvánvalóan ez a ne menj, a gyereket ijeszgetjük, hogy ne menj oda a bokorhoz, mert ott van a farkas, vagy ne menj be a sötétbe, mert ott van a gonosz manó. Tehát nyilvánvalóan, ha távol akarjuk tartani valamit a gyereket, akkor a félelemmel tartjuk távol. Tehát nekünk el kell kezdeni megérteni, hogy ez az, hogy a teremtő megoldja a kicsi egoista irányítását a teremtménynek. Oké. Tehát ez, amit a tanítványok nem nagyon értenek. Tehát a teremtő küldi ezeket az elrejtéseket, ő az, aki mindezeket a nehézségeket ránk küldi. Tehát miért csinál ő a teremtő a mi számunkra elrejtés? Azért, mert hogyha mi fel akarjuk őt tárni, akkor meg kell változtatni magunkat. És azáltal, hogy elvárjuk a teremtő feltárulását, azaz, én nekem az adakozásba kell belépnem, akkor az én számomra fog feltárni az adakozásnak az ereje, és akkor magamat tudom az egoistából, altruistából megváltoztatni. Van a kérdések egy második része, az elrejtés. Az egy képesség arra, hogy megértsük a teremtés célját, és a teremtés tervét, még akkor is, hogyha én nem értem, hogy mindent ezt érdem teremtett. A teremtő elrejtőzése tulajdonképpen a megértés hiányából adódik. Nem értjük az ő tervét, de ez egy nagyon komplikált rendszer, amiről beszélünk, egy kölcsönkapcsolati rendszer. Ezt nem lehet csak úgy megmagyarázni, hogy mi hogyan történik. Tehát nekünk be kell lépnünk az értelmfeti itt koncepciójába, és meg kell ragadnunk az összes alternatívát, lehetőséget, amely körülöttünk létezik, és nyilvánvalóan sokkal erőteljesebben létezik köztünk. Maximtől egy kérdés. Hogyha minden az én memóriámban van meg, a teremtő félelme is valamilyen a mélyről jön, akkor miért félek attól, hogy a teremtő valami negatív dolgot küld ránk, miközben jót várunk. A legfontosabb dolog, hogy megértsétek, hogy minden, ami jön, minden, amit el kell képzelnetek, minden, amit érzeketek az ásványon és állati szinteken, a természet törvényeként körülöttetek, mindezek, tulajdonképpen mindezeket a teremtő ábrázolja. Ő elrendezi, hogy ti képesek legyetek eljutni a vele való kapcsolatba, különben nem vagytok képesek egyensúlyi helyzetet teremteni, helyes egyensúlyi helyzetet. Nektek helyes módon kell a világ felé fordulnotok, korrigált egyensúlyi állapotban, amit a teremtővel való egyensúlyton nyertek el. Egy kérdés, hogyha a teremtő azt a kérdést küldő, hogy gondolkodj a teremtőről az ember felé, akkor mi a célja a félelem érzésének? Hiszen ez egy általános jelenség a világban, hogy az emberek félnek. Rav. Az embernek korrigálni kell a világ felé való megszerző egoista hozzáállását, az ásványi növény és állati szintekkel szemben is, és ezért mindent, ami körülötte van, helyes módon kell érzékelni. Mint mindig,
van a MAK 1 és a MAK 2 Oroszországból. Ők élőben kérdeznek, jó? Ezek egy hatalmas zoomok különben. Alexander kérdezi, hogyan tárjuk fel a teremtőt? Mi a teremtőt úgy tárjuk fel, hogy egyetlen csoport állunk össze, tanulmányozunk a kabalát, és elkezdjük követni a kabala szabályait, amiről a kabala beszél, a teremtő feltárásának az értelmében. Tehát a kabala teljes tudománya, tulajdonképpen a teremtő feltárulása az ember számára ebben a világban. Egy másik kérdés. A kabala miért tekinthető tudománynak és nem tanításnak? Mivel mi arról beszélünk, hogy mi az, ami körülöttünk létezik, és ez az ásványi növényi sáti szint, és az emberi szint, és tulajdonképpen be kell fektetnünk a tudományba, mi tudomány tekintünk, fizika, biológia, matematika, mit tárnak ők fel valójában, gondoljuk végig, ők a teret tárják föl körülöttünk, amely ki van töltve az ásványi növény sáti szintű testekkel. A kabala ehhez hozzáad még valamit, hogy ennél többet tár föl, föltárja az erőket, amelyek ezek a mögött cselekszik. Ezt nevezünk teremtőnek. Annak érdekében megértsük, hogy minden miért ezen a módon van felépítve, miért így van prezentálva minden, ezért. Mag 2. Natalia Belgrádból kérdezi, miért van az, hogy a kabala elején mindent világosnak érzek és lelkes vagyok, majd eljön a pillanat, amikor mindenféle problémák szállják meg a fejemet. Tehát hogy lehetséges ez? Ez helyes, amit mondasz, ez így történik a kabalában. Ez viszonylag gyorsan megtörténik. Lehet, hogy egy év tanulás után minden rádömlik. Van, aki még 5 év tanulás után se érzi ezt, hogy ráomlott a kabala, de a dolognak a lényege az, hogy jön egy periódus az ember életébe, ahol valóban már elkezd a teremtő feltárulásához közelíteni, a köztes teremtő közötti kapcsolat feltárására, de ez a kapcsolat, ez az ember képességét meghatározza, hogy tud az egója fölé kerülni, és itt az ember szembesül bizonyos dolgokkal, tehát minden, amit találunk, az tulajdonképpen az egoista vágyak használatával jelenik meg, hogy el tudjuk érni a teremtőt, és úgy tűnhet a számunkra, hogy készen állunk arra, hogy átlép, meg, az elején az ember úgy érzi, hogy minden az övé, pillanatokat meghódítja a spirituális világokat, de amikor elérkezik egy bizonyos idő után ahhoz a ponthoz, hogy az embernek szüksége van arra, hogy önmagával kompromisszumot kössön, tehát hogy feláldozza a saját egóját, megérte, hogy mit kell tennie, annak érdekében, hogy feltáruljon a teremtő, akkor ez a pont, ahol az ember nagyon nehéz periódusba kerül, amikor ki kell lépni önmagából, és önmaga fölé kell emelnie, és amikor az egóját altruista módon kellene használnia, és ez azt jelenti, hogy rögtön megindul az ego manipulációja az emberen belül, ezért emberek, akik ezt az állapotot elérik, azok el is hagyják a kabalát nagyon hamar. Ahogy mondtam, mindenki eljut abban az állapotban, lehet, hogy egy év után, lehet, hogy 2 után, lehet, valaki még 2 év után se éri el, majd 10 év után éri el, de ez így történik. Ez a legfontosabb. Ha valakinek ravasz és mély az egója, 10 évig is kiúszhatja. Tehát így kell a teremtőt feltárni, tehát az embernek arra van szüksége, hogy ezt a pszichológiai határonat el kell érni, amikor megérti az egó, hogy az ő felszámolására jár valaki kabalázni. Tehát, hogy túljussunk az egón, és elkezdjük feltárni a teremtőt, ahhoz bizony ez el kell jutni. Még egy kérdés. Mag 2. Tehát mi egy fizikai kötelékben is vagyunk. Érezhetjük-e másoknak a félelmét?
Nem a másik félemét, te mindig a saját félemet érzed, csak szépen rávezeted a másikra. Tehát minden, amit érzel ebben a világban, az te vagy. Senkinek a másik a félemét nem érzed. Michaeltől egy kérdés valahonnan, ma kettő. Mit kell tennünk, hogyha ilyen önpusztító marhaságban vagyok, mint a dohányzás? És én akkor nem vagyok képes semmilyen szintet elérni, amíg azt tudom elérni, hogy abba adjam a cigarettát. Én nem tudom, hogy téged mennyire próbál meg a saját függőséget megragadni, de harcol ennek. De ennek semmi köze a kabalához. Dimitritől egy kérdés, ugyanennem. Hogyan kell nekünk ezt a félelmet kezelni, ami a teremtő térékezik? Mi tudjuk, hogy mi kaptuk ezt a félelmet, és kezelnünk kell annak érdekében, hogy bizonyos félelmet elmozdítsunk az útból, a teremtés köztünk lévő útból. Tehát nekünk, ha közel akarunk kell a teremtőhöz, emlékeznünk kell, hogy a teremtő csinál mindent, és ha tudjuk, hogy a teremtő azért küldte, hogy féljünk, akkor már annyira nem is fog félelmetesnek látszani. Még egy kérdés. A teljes gonosz, amit látunk a világban, az a teremtő küldte az elérésünk érdekében, hogy ne? Még küldte volna? Hát az összes gonosz, ami létezik a világban, az az ego. Nincs más gonosz. Az ego meg lett teremtve, de a teremtő által lett megteremtve. Mi a különbség a felelősség és a félelem között? Mivel... Nekem úgy tűnik, mint ez ugyanaz lenne. Nem, ez két más dolog. Tehát ha te a pszichológusokhoz fordultok, akkor két különböző, és elolvassátok a pszichológia, mit ír elő, két különböző koncepcióról beszélünk. A félelem és a felelősség nem az ugyanaz. Következő kérdés, hogyha az ember spirituálisan növekszik, és egyre erőteljesebbé válik akkor a fizikai életében is, és ott is nehézségeken, meg nem. Az ember, aki spirituálisan növekszik, az megváltozik a mi világunkkal szemben, és a más emberekkel szemben, mert rá fog jönni, hogy semmilyen minőséget nem tud meghatározni, csak detektálni. Még egy kérdés. Tehát a spirituális fejlődésnek az eredményeképpen a mi érzékelésünk megváltozik? És ha megváltozik, akkor hogyan? Amikor felemelkedsz el a szintre, meg fogod érteni. Addig nem. Van még néhány kérdés a chatben. Arkady, pontosan mitől is félünk mi? Tehát mitől fél egy kabalista? A kabalista sem félelemmentes. Én a teremtőt félem. És azokat a bajokat is félem, nehézségeket, amelyeket ő fog elém rakni, és ahogy haladok előre, ahogy növekszünk, ahogy erősebbé válunk, akkor nekem nagyon egyre jobban kell félnem a teremtőt, az Isten félelmet, hogy én nem tudok rá figyelni, nem tudok rá felkészülni, hogy ellankad a figyelmem, hogy az Istenre figyeljek, ettől félek, és természetesen itt egy értelemes, intelligens emberről beszélünk, akinek egyébként meg kell, hogy jelenjen ez a félelem, az irá éberül, hogy ez a félelem nem tűnhet el. Lefér tudja, hogy honnan jön, mitől jön. Tehát ez nem úgy, hogy kapsz egy inekciót és elmúlik minden félelmet. Tehát akkor meg sem tudsz mozdulni. Hogy tudnál bármit csinálni, ha így lenne? Hogy reagálnál a helyzetekre? Értitek a problémát? Rajta, Boris Berzatovsky. Igen, mi a legnagyobb félelem, amit ön megtapasztalt, mielőtt belépett a spirituális világba, meg utána? Rav. Leginkább ezek a félelmek azt jelentik, hogy nem tudok túllépni az egómon, a lustaságomon, az erőtlenségemen, a gyengeségemen, és innentől minden erőmre fókuszálni kell, a szándékaimra, annak érdekében, hogy összeszedjem magam, a teremtőhöz tudjak fordulni,
és kérni tudjak erőt. Gyere, Vámbok, ez a George nevű lény. Hogyan kell nekem erőteljes fizikai félelmet meghaladni és túllépni, és a spültet feltezni. Az igazság az, hogy most fizikai vagy spültes félelmet érzel, az tök mindegy. Minden szinten meg fog érkezni a félelem. Ez elkerülhetetlen. Ez befolyásolni fogja téged, majd a szüleid, a gyerekeid, a saját félelmükkel, a fizikai tested, a mindenféle félelmével. Tehát ez elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen. Gyalak nem is látsz kérdezni Moszkvából, hogyha én elérek oda, hogy megértem, hogy a teremtő festi ezt a képet nekem, és ő kontrál minden, akkor ez az illuzorikus kép a világnak nem tűnik el? Ez is egy félelmes, nem? Tehát ez egy pszichológiai megközelítés. Ez lényegtelen, hogy minek nevezed. Itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy valóságérzékelés, ne szeparáljuk el ezeket különböző tudományoktól, és így tovább. Mert a tudományok ugye erről a valóságról szólnak, hogy hogyan lehet eljutni egy bizonyos jelenségek gyökeréhez. Mindig erről szól a tudomány. Mag 1, mag 2, akkor kérdeztek, nem tudom, hogy van-e fordításunk, de akkor Mak egy kérdez. Utána az olaszok készülhetnek, hogy van-e fordítás, nem tudom. Tehát ha a büntetés létezik, akkor a teremtőn belül is létezik? Nincs igazi büntetés, a teremtőn belül természetesen nem létezik. Az emberek az átorientálását jelenti ez, hogy a bajokon keresztül kapsz figyelem elterelést, tehát nyilvánvalóan neked át kell irányítani a figyelmedet, és ez büntetés neked meg. Oké. Hogyan lehet kérni bármit a teremtőtől, hogyha olyat, ami nincs benne a teremtés tervében, hogy feltárjuk őt? Nem értem a kérdést. Hogyan tudom én azt kérni a teremtőtől, hogy kérni bármit a teremtőtől? Hiszen a teremtő fel akarja tárni valamit számunkra. A teremtőnek megvan a maga terve, ami a feltárál, ez egy pontos terv. Az dolognak a lényege az azt is jelenti, hogy ő a mi kérdésünknek megfelelően fog feltárulni. Hogyan érezhetem a teremtőt? Hiszen a fejem tele van mindenféle dolgokkal, és emiatt nem érzem őt. Tehát ez nehéz. Hát fókuszálj a kapcsolatra közted és a barátok között a csoportban. És akkor megtanulhatod majd, hogy hogyan kell a teremtőre fókuszálni. Még egy kérdés. Mikor értjük meg a korrekciónak a lényegét, és mikor leszünk mi egy, hogy hogyan lehetünk mi egy lélek Ádám? Hát, és milyen fajta érzékesen megyünk keresztül, ha elérjük ezt a pontot? Mi azt fogjuk érezni egyetlen megértésben és érzésben, hogy együtt össze vagyunk kapcsolódva, és egyetlen átfogó felső erőhöz kapcsolódva. Mag 2. Giuliától egy kérdés. Van-e a limitje a feltáruló gonosznak? Nincsen gonosz. A gonosz az kizárólag abban az összefüggésben létezik, hogy hátul látod a jót. Hátul látod a jót. Hátul látod a teremtőt, és ezért gonosznak érezzük. Mi gonosznak érezzük, mert ahogy, aki nézi, gonosz. Tehát ez kizárólag annak a függvényében létezik, hogy arra kényszerítsen, hogy szembefordul az Istennel. Kérdés, miért van az, hogy a koronavírus sokkal több problémát okoz? A koronavírus és mindenféle más szenvedés időszakában több problémát érzünk,
azért, mert kényszerítve vagyunk, hogy mennyire függünk, mennyire erőtlenek vagyunk, mennyire jelentéktelenek vagyunk, és így tovább. De akkor is jelentéktelen vagy, ha ezt nem érezted. Tehát itt kezded el azt érezni, hogy mindenféle természetellenes módon kikerülted azt, hogy szembe kell nézni az, hogy egy senki vagy. Most kezded el megérteni, hogy egy senki vagy. Ennyi az egész. Hát ki vagyok én? Kérdezi valaki. Ki vagyok én? Te, mondja Rav. Te vagy az, aki a kicsi nyegót érzékel egy jelen pillanatban. Meg is. Még egyszer a kérdés, mondja Rav. Tehát hogy tudom, hogy következően próbálják segíteni másokat? Gordosti, восхищение за каббалистическую истину относится к отдаче? Нет. A büszkeség és a... Вопрос от Галины. És a kabbalista adakozás, az hogy... Nem mondja rá. Продолжайте. Na hát ezt nem sikerült ezt a kérdést összerakni. Még oroszul se. Négy orosz se értette, hogy mit kérdez egy ötödik. Tehát... Akkor az olaszokkal megadották a fordítást, kérdezzenek. Na mindjárt veletrevő, hogy lefordítja ezt angolra. Nem? Na lefordítja valaki? Van fordításunk? Ötször elmondták, hogy kioldják meg. Van? Nincsen, természetesen. Megvárjuk, hogy valaki lefordítja. Addig. Négyszer mondta el Simeon, akkor kérdezzék meg, ha le tudják fordítani. Van fordítás, olasz? Nem, akkor Mag 2. Galinától egy kérdés, hogyan kell nekünk, mit kell tennünk ebben a helyzetben? Én a karrieremben semmit nem tanultam igazán. És a kabalán kívül semmi nem is érdekel. Neked kell egy csoport, neked kell egy szisztematikus tanulási módszer, neked kell, hogy helyesen pozícionáld magad a világban, a családodban, a gyerekeknél, hogy ezeket a rendszereket helyes egyensúlyba hozd, és képes legyél a teremtő felé fordulni. Ez az egyetlen mód, ahogy elérhetsz dolgokat. Mi a helyes módja a kérésnek, hogy tárja föl magát? Tehát, hogyha összekapcsoltok egy csoportba, tanultok együtt, és valóban követel az utat, amin haladsz. Kérdés, hogyan kell helyesen értelmezni ezt a félelmet? Neked itt is a kabalát helyes módon kell tanulnod a csoportban, és akkor ez a probléma megoldódik magától. Kérdés. Legyesen mondja meg nekünk, hogyan érhetjük el a barátaimmal együtt, hogy amikor nem értenek meg engem, mert most olyan, mintha én sem érteném őket, ők sem értenek engem. De te meg kell próbálnod olyan közel kerülni egymáshoz, a közös célotokkal a teremtő feltársaságon, hogy csak lehet. És akkor hogy lehet elég hogy a szeretet létezhet-e köztünk? A szeretet az, amikor én a másik embert akarom kitölteni magam helyett. Ez a szeretet. Kész. Mint egy anya, aki ki akar tölteni a gyerekét. Így akarod kitölteni a barátodat? Tehát ez a lényeg, hogy mindenki így próbálja meg kitölteni a barátját, akkor megtörténik. A teremtő bennünket akar kitölteni, nem magát. És amit nekünk kell tenni, akkor a kitöltésnek az egy tök másik szintje, a másikra koncentrálsz. Alexander, egy kérdés, hogyan tudjuk mi növelni az egót?
neked nem kell egy növel az egót, az remekül nő magától. Tehát semmit nem kell az ügyben tenni, neked arra van szükséged, hogy a helyes cél felé törekedj. A többit azt elintézi neked a rendszer. Tehát, hogy az egót kisebb legyen, vagy nagyobb legyen, az a teremtőnél van a gomb. Tehát, hogy milyen formában fog létezni benned az ego, ez se az, ami tőled függ. Neked el kell végezned a munkádat, bármi is megjelenik, bármit is ébresztenek fel. Amikor elkezdtem tanulni a kabbalát, ez a következő kérdés. Az első szemeszterben az életem tökre megváltozott. Tök más ember lettem. Jobb ember lettem, mondja az orosz. Ez lehetséges, de nem szükséges. Én nagyon sok embert látom, aki nem lett jobb ember az első szemeszterem. Ugye számol egy kérdés. Hogyan tudom, tudok-e én bármit mondani, hogy én magam ne tartsam távol magam a teremtő feltárását, nem tudok mit mondani. Mondja rá. Dima Petra Tikvából kérdezi, hogyan lehet az a spirituális vágyam, hogy megértsem, hogy működik a világ? Hogy lehet ezt szörvözteni? Mit jelent? Annak jelent, hogy megértsd a világot. Hát lehet, ez, nyilván van egy spirituális megértés, és spirituális vágy, és én nem tudom. Lehet egy fizikai is. Nem világos a kérdés. Margarita a kérdés, ma kettő, hogyha én beteg leszek, az azt jelenti, hogy amit elrontottam? Nem csak te. Hát mi össze vagyunk kapcsolódva, másfajt is lesz beteg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy érezzük egymásért a felelősségünket. Aki gyűlölsz, az beteg is lehet. Sok kérdésünk van a YouTube-on és a Facebookon. YouTube-ról egy kérdés, hogyha az elutasításból érkezik a félelem, akkor ki fog derülni, hogy csak magam vagyok az akadályosak a spirituális vágyhoz. Nagyon sok lépése van a félelemnek, amit a Zohár könyve és a bevezetések abban a bölcsetében leír. Vannak szabályok, törvények, a Tórának a szabályai, a fénynek a szabályai, amíg háromféle félelemtől függenek. Olvassátok ezt el, ez le van fordítva oroszra, egészen biztos vagyok. Vladimir kérdez a YouTube-on, mondja a Sasha, hogyha nincs más rajta kívül, akkor milyen követelés jelent meg az emberben? A teremtő vágya az, hogy fölemelje az emberi lény önmaga fölé, az ember tulajdonképpen, ha nem akar emelkedni, az egy komoly probléma. Oké, de itt az izgatosságot kérdez, Dallasból egy kérdés Amerikából. Hogyan kezeljük az irigységet? Mi az, amikor helyesen tudjuk használni az irigységet? Az irigység attól függ, milyen szinten beszélünk róla, hogyha állati szintű irigységről van szó, amikor az egyik ember irigykedik a másikra, és én szeretném elvenni tőle, amilyen neki van, ez az egy dolog, ezzel sok mindent nem tudok abba kezdeni. Ez egy olyan fajta féltékeny irigység a mi világunkban, amit mindenképpen korlátozni kell. De a legjobb dolog azonban az, hogyha a teremtő elérésében irigykedünk egymásra, mert az mindent lefed. Tehát az minden problémát megold. Abban irigykedhetsz a másikra, de nem abban szokod irigykedni. A teremtő munka, miközben törekszel a teremtő felé, és a teremtő elkezdi manipulálni téged azáltal, hogy különböző vágyakat ébresz benned, hogy minél könnyebb vágtas jobban az ő irányába, és akkor megjelenik a többiek érzékelésében, akik körülötted vannak, hogy irigyeli téged. De higgyétek el, ez a legfontosabb érzékes a világon. Aki irigyel téged, az utána szaladhat. Oké, tehát nekünk világosan kell látnunk, hogy el kell érnünk a felső erőt. Tehát nekünk éreznünk kell először a materiális félelmet. A fizikai félelem az abból adódik, hogyha nem vagy még elérésbe, nyilvánvalóan az azt jelenti, még nem tudom ki milyen szinten van,
De higgyétek el, hogy a végső korreláció van, az többet nem fél a fizikai világtól, mert pontosan tudja, ez nincs. Tehát addig, amíg el nem érjük a legvégét a korrekciónak, addig mindig marad a fizikai világból valami, és ez lehetőséged arra, hogy fizikailag is féljünk valami hülyeségtől. De a teremtő ez egy meghatározott célra használja föl. Tehát itt nincs, ez nem az embertől függ, hanem az elér szintől. Tehát itt és most a teremtő tulajdonképpen az emberben a félelmet is felhasználja, hogy az ember terve vigye. A kérdés, hogy próbáljuk már meg letisztázni, hogy milyen fajta félelem a teremtőtől. Tehát a terem, az Isten félelem mi ez? Hát ennek nagyon sok fajta érintése lehet, mondjarag. A fizikai szinten tulajdonképpen egészen 800 féle félelmet föl lehet ébreszteni az emberben. El sem hiszitek, mitől lehet félni. És a spirituális szinten egyetlen fajta félelem van, egy igazi félelmem. Ez a spirituális félelem. Ez attól való félelem, hogy nem tudom félni a teremtőt, mert nem hiszem el, hogy létezik. Tehát félni kell attól, ha nem féled az Istent. Ez a legnagyobb félelmed. Mi a rosszabb? Nem félem a teremtőt, vagy félek a haláltól? Mi a rosszabb? Hát eljön az a pillanat, amikor jobban fogsz félni a teremtőtől, mint a haláltól, megnyugtathatlak. Tehát amikor az ember eljut abba az állapotba, hogy azon a szinten van, hogy féli az Isten, és akkor már a halál az nem az lesz a számodra, ami ma. Az nem tudom, hogy félelmet emlél benned. Rá fogsz jönni, hogy nem az a halál, amitől te eddig féltél. Ami felemel igazi félelmet benned, az az, hogy nem tudod megszeretni a teremtő minőségeidét. Azért, mert bozasztó sok egoista akadály van benned, ami megállít. Attól kell félni. Egy kérdés egy kezdőtől a Facebookon, Grúziából. Mi legyen az első lépés a teremtő eléréséhez? Minek kellene az első lépésnek? Az első lépés a teremtő eléréséhez, hogy rálépsz az útra, amikor azt mondod, hogy meg fogom érteni, hogy nincs más rajta kívül. Oké, és egy másik kérdés egy új tanítványtól. De a teremtő micsoda az ön véleménye szerint? A teremtő egyetlen átfogó, kölcsönös erő, amely az univerzumban, a mindenségben, amely fel tud tárulni mi irányunkba úgy, hogy a szeretetnek és az adakozásnak tökéletes ereje. Egy másik kérdés a Facebookról. A mi világunk az olyan, mint egy komputerprogram. Olyan, mint egy szimulátorban ülnénk. Hogyan lehet ezt megszeretni ezt? Hát hívhatjuk egy szimulációnak, oké, egy komputerprogramnak, mert minden, ami fut benne, az előre meghatározott. Minden szépen ki van találva, minden a megfelelő helyen jelenik meg, de ezen túlmenően nekünk nem kell másra foglalkozni. Mert miért foglalkozol azzal, amit nem tudsz megváltoztatni? Hát ha megtanulnád elfogadni a sorsot, sokkal kevesebb aggodalom lenne benned. Oké, okay, de miért van az, hogy annyira félünk a haláltól? Azért, mert a félelem jól megszorít téged. Nem enged téged, hogy hülyeséget csinálj. Ezért hitetél a teremtő, hogy ez a legnagyobb félelmed. Tehát ha az ember valamitől retteg, akkor eljöthet az a pont, amikor nem tudsz tenni semmit. Ezért a félelem az a cselekedeteknek a korlátja. Egy kérdés Olaszországból, hogyha a félelem annyira fontos, hogy a teremtő feltalálása az, akkor miért nem érezzük magunkat biztonságban? Azért, mert neked túl kell jutnod a félelmeden. Ugye látom, hogy a félelmek borzasztóan foglalkoznak benneteket. Lehet, hogy menjünk át egy másik témára, mondjam, mert oda jutunk az örömhöz, az a mai témánk. Tehát akkor kérdezzetek az örömről, jó? Mondja Sasha Kozlov. Tehát akkor olvasok egy idézetet, Balasulam. Az öröm az a jó cselekedeteknek a reflexiója, hogyha amikor a szentség érdekében cselekszünk, akkor azonnal örömet kell érezni. Ez így van, mondja Rav. Az öröm az a jó cselekedetek eredménye. Már spirituális jó cselekedetek. Ha valakit közelebb viszel a teremtőhöz, a legnagyobb örömet fogod érezni.
a fizikai szinten lehetséges, hogy ellentétes dolog, lehet, hogy ellopok valamit, és halálra örülök, hogy megszereztem. De ez nem, nem kifejezetten az az öröm, amiről én beszélek, hogy arab. Oké, fontos letisztázni, hogy mi a jó cselekedet. Mondja már meg, Ralf, hogy mi a jó cselekedet. A jó cselekedet az az, amikor valaki úgy viselkedik, mint a teremtő. Ugyanazt tudja megtenni a többi embernek, mint a teremtő. Boris Berzetkovszki, egy kérdés a YouTube-ról, hogy az emberek közötti kapcsolatokat korrigálni kell a legalsó fizikai szinten is, ahogy ne. A spirtással szeretlek, alul megloplak. Ez így nem fog működni. Tehát nekünk egy jó kapcsolatot kell kiépítenünk a világban egymással, ahol az adakozás minősége minden szinten feltárul. Nekünk ezt mind a két szinten meg kell, a fizikai és a spirtás szinten is, különben valami nem jó. Bulgária, davaj, ők ugye könnyen kérdeznek oroszul. Rajta barátok. Popov. A Facebookról kaptunk egy kérdést. Laura nevű hölgy kérdezi Bulgáriából. Hogyha megváltozunk magunkat, de nem látjuk, hogy a körülöttünk lévő emberek változnak, akkor hogyan tudom ezt folytatni? És azt mondom, egy másik kérdés is feltette, hogy hogyha te még egyszer felolvassa, hogyha te megváltozod magad, de azt látod, hogy a körülöttünk lévő emberek nem változnak, akkor hogyan tudom folytatni? Értem már a kérdést. Hogyha én változok, de az emberek nem változnak körülöttem, az azt jelenti, hogy én sem változtam. Ez ennyire egyszerű. Nem látom másnak a környezetemet, akkor nem változtam semmit. Csak hűítettem magam. Oké, még egy kérdés. A bolgár Facebookról. Elena nevű hölgy kérdezi, hogy mivel én adakozó vagyok, és ez az adakozás az én adakozásom, nem értem a kérdést sajnos, az én adakozásom attól is függ, hogy van, aki megszerzi az én, igen, ez volt a kérdés, ez volt ravasz. Tehát, hogy van-e valaki, aki érzi, hogy én adakoztam, mert ő megszerzést, megszerez ezáltal. Rav, én önmagamat nem tudom ki értékelni, hogy adakozó voltam, mert csak a túloldalon megkapja, amit adni akartam. Tehát kell valami, aki megkapja az én adakozásomat, és azon keresztül tudom kiértékelni, amit elértem. Tehát 150 ember van, akit a Mac 1-en látunk, ezért van ennyi kérdésünk, de 150-en vannak fönn a Mac 1-nek a Zoom-ján. Vladimir Moszkvából kérdezi, milyen minőség az, ami elegendő lehet az általános izgatottság és félelem eléréséhez és az általános öröm eléréséhez. Rav. Neked az összes örömedet tulajdonképpen, hogy én a teremtőt próbáld meg kitölteni, ami a csoport. És a hit az erő, amelynek az érzékelésével, ami szükséges ahhoz, hogy a teremtőt érzékeljük, és akkor az összes aggodalmunk az örömbe fog fordulni, ha elkezdjük kitölteni a teremtőt. Anasztáziától egy kérdés, hogyha 800 féle félelem van, hány fajta öröm van? Egy. Egyfajta öröm van, barátaim. Hogy elértük az Istent. Egy. Ha megnéztek a világunkban, hányfajta zene van, film, amire az emberiség azért talált ki, hogy eljusson az örömhöz. Hogy nézzetek meg, hogy hányfajta módon fogják a konfliktusokat, a tragédiákat megfogalmazni zenében, filmekben, hányfajta mozit csinálnak az örömről és a boldogságról. Hát nem túl sokat, mert olyan film, amely boldogságról szól, nagyon kevés van. Valószínűleg, mondja Rav, egyetlen ilyen filmet kéne készíteni, ahol gyakorlatilag az derül neki, hogy azzal, hogy egymásnak adjuk át az öröm lehetőségét, terjesszük az örömet. Azért, mert be vagyunk zárva az egónkba, és
a manifestációja az egónak, az, az nagyon keserű érzéseket ad. Tehát az ember érzi, hogy nem jó, hogy egoista, de persze folytatja az utat ezen a módon. Oké, amikor örömet érzek, a másokkal beszélek, amikor... Tehát a teremtőz kötődik, a barátokhoz való kötődés is. Hát minden az egóhoz kötődik, hát még nem változtattad meg, mihez kötődne. Mi az egódat ragadjuk meg először a kabalán belül. Hogyan tud egy csoport barát, amikor összegyűlnek, hogyan tudják ők megtalálni a tanárt? Hogy megtalálják a tanárt, az egy problémás dolog. Nektek arra van szükségetek, hogy egy igazi tanárt találjatok, aki nem rejti el a célját előletek, és elég tapasztalta ahhoz, hogy elvezessen embereket ahhoz a célhoz, ahova ő maga egyedül nem tud eljutni. Ez a helyes tanár. És aki nem rejti ezt a tényt el előletek, hogy nem egy egyszerű utám ez, hosszú és nehéz, és a tanár a cél felé vezet benneteket. Tehát nem csak dumál erről, hanem megfogja a kezeteket, és megy előttetek. És ilyen módon vezet benneteket, ez a tanár. Nem ilyen van könnyű ilyet találni. Én nem gondolnám, hogy túl sok ilyen tanár van ma. Tehát, hogy olyan tanárt találjatok, akik igazi vezetők, és spirituális bölcs, én azt látom, hogy az én tanítványaim kikényszerítették belőlem ezt, hogy így viselkedjek velük, és ha megnézem, hogy ki van még a világban, hát ellenőrizzétek le magatok. Ha találtok ilyet, csatlakozzatok. Tehát van egy csomó vezető, aki magát leír, hogy hüden erős tanár vagyok, de valójában a legtöbb ember elmebeteg, aki ezt hirdeti magára. Tehát Örményországból is vannak, ma is velünk vannak az örmények. Ez egy egész örmény szoba, hogy tele van emberekkel, Herrora. Mi a következőt szeretnénk kérdezni, hogyha az ember felfedezi a kabala bölcsességét, hogyan kell elkezdeni? Hogyan lehet bemutatni azt, hogy a kabala bölcsesség a teremtő feltárásozati előket? Ti már azért régóta velünk vagytok. Menjetek be az archívumba, és vegyetek onnan ki leckéket. És emlékeztessétek magatokat, hogy mi van leírva. És akkor megértitek, elkezditek felfedezni, hogy lehet másokat tanítani. Ha kell, fordítsátok le örményre, ha kell. És akkor tanítsatok másokat, ugye az új örmény generáció nem tud oroszul, azért ezt tudni kell. Tehát hajtsátok végre ezeket. Szocsi. Térjük vissza a webinár témájához. Nézzétek, mondja el nekünk, hogyan kell túlkerülni az izgatottságon, az aggodalmon, amivel sok ember küzd ma. Tehát megadta nekünk a benyomásokat, hogy hogyan lehet örülni. Van valamilyen tanács arra, hogy jöjjünk ki a negativitásból, a nyomásérzékelésből. Lehet, hogy nem érzünk magunkat teljesen rendben levőnek, de mit kell tennünk, hogy az öröm felé haladjuk? Hát a mi életünk az rengeteg spektrum, széles spektrumú, rengeteg dolgot tartalmaz, különböző színei van ennek a spektrumnak, ami az, általában az egymás közötti viszony határoz meg. Tehát van, amikor sötétség van a háttérben, van, amikor fény van a háttérben. Ha a sötétség van, akkor azzal kell együtt haladnunk. Tehát nekünk nem kell más tennünk, nem kell mindig a fényes oldalát megragadni az életnek. A csoport az segít, az az első számú eszköz, amivel kihúzzátok magatokat a gödörből. Tehát a kezdők számára ez teljesen elkerülhetett, hogy a csoportba kerüljetek. Egy kérdés a Facebookról, Mariától.
Amikor az ember nem érzi a félelmet, akkor mit kell tennie? Mi fogja irányítani? Hát a kabalában nem leszel félelem nélkül, ne aggódjál. Tehát egyre jobban kezdesz el majd aggódni, azért, mert felfedezed, hogy mennyire függesz egy erőtől. Ez mindig ki fog tölteni téged félelemmel. Ez a fajta félelem az abban nyilvánul meg, hogy te egy nagyobb kapcsolatot akarsz a teremtővel. És akkor nyilván másképp is kezdesz el cselekedni. Mach 1. Не слышно, Мак 1. Владимир из Москвы. Когда будет? Не малунг. Владимир из Москвы. Микор. Микор. Микор jelent meg az első professzionális integrált pszichológus, nem tudom. Lehet, hogy ez egy kabalista formában jelenik meg, a fizikai szinten. Mikor fog ez megjelenni? Mikor lesz rá szükség? Ugye, akkor fog megjelenni. Lehet, hogy nekünk kellene különböző specialisták, akik... Van már néhány ilyen, a mi tanítványunk között, akik pszichológusok, és ezzel foglalkoznak. Van kérdésünk még a Makról. Да, вопрос от Людмилы. Как понять, что радость правильная, а не от эго? Hogyan kell nekünk megérteni, hogy az öröm helyese és nem az egóból származik? Hogyan kell megérteni, hogy az öröm helyese és nem az egóból származik? Ez olyasmi, amit fokozatosan kell felfedezni. Az ember keresztül megy mindenféle negatív állapotokon, az első naptól kezdve olyan állapotokon megkettek keresztül, ahol megértitek, hogy minden, ami történik, az tehát hogyan fogunk mi előre haladni, mit fogunk megérteni? Az összes állapot van a legfontosabb dolog az, hogy fejet tudjunk hajtani a problémák előtt, és hogy semmi nem tudok ajánlani egyetlen állapotban sem, mint hogy folyamatosan érezzétek, hogy ami jön, a teremtőtől jön, a teremtő elérésének az érdekében, hajtsatok fejet, és menjetek előre. Alázatosan. Kaliningrádban egy kérdés, hogy tudjuk meghatározni, hogy egy spirituális örömöt érzünk-e. Hogy tudjuk azt ellenőrizni? A jó cselekedetekből adódó öröm az, ami közelebb visz benneteket a teremtőhöz, emberekhez, és ez a spirituális öröm. Erről kell beszélni. Margaritával egy kérdés. Néha azt érezzük, hogy semmi jó nem történt, de mégis örömet érzünk. Az mi? Hát, ez egy öröm benne, de nem tudsz, honnan jött. Ennyi. A matával egy kérdés. A csoporton való munka az azért van, hogy megérzünk, hogy mennyire vagyunk képesek egyesülni. Tehát, ha örömet érzünk, akkor hogyan tudom, tehát hogyan tudom az örömből megérteni, hogy jó munkát végeztem el? Amikor ti összekapcsolatok és értitek az, hogy van egy kölcsönös célotok, és az a kölcsönös cél ragyog fölöttetek, részben ebből kaptok örömet, hogyha nincs vágyatok erre a közös célra, akkor pedig először a célt kell megkapjátok a kommunikációnkban, és segít előreadni. És én azt ajánlom, hogy a kommunikáció az, ami, és a kapcsolat, ami segít benneteket bármilyen állapotba kilépni. Mi az oka annak, hogy le vagyunk válva egymástól? Tehát nyilvánvalóan nekem éreznem kell, hogy a mások szeretete az, ami igazából megvált engem, igen. Ez, ha ezt érzed, ez jó. Tehát mit jelent az, végig kell gondoltok, hogy mit jelent az, hogy helyes módon érzékelni, és helyes módon kitölteni a másikat. Tehát mindig úgy kell viselkednetek, mint egy gyermek, aki
örömre törekszik. És most össze kell gyűjtenetek új érzéseket is, olyanokat, amik, amelyek még szenzitívebbek, még jobban rá vannak hangolva bizonyos dolgokra. Hogy ez szából egy kérdés, hogy ne tudjunk örömet a kabala tanulása közben. Csak azáltal, hogy eléritek azt, amit tanultok. Ti most a legnagyobb tudományt tanuljátok. Ne, tehát ez egy tudomány, ami feltárul a számotokra, és egy struktúra tárul fel az egész világban. Ez arra tanít benneteket, hogy képesek legyetek megérteni, hogy az életnek és a halálnak az értelmét itt lehet megragadni, és így juthattok el az összes szintre a világban. Amikor ezt megtanuljátok, akkor képes lesztek látni, hogy a legnagyszerűbb dolog, ami létezik a világban, az az, hogy megértsétek, mi az a legnagyobb irányító erő, ami a teremtő, hogy valóban túllépjetek a büszkeségen, és belépjetek az örömbe. Litvániából egy kérdés. Tehát nyilvánvalóan tehát mikor tudjuk megérteni, hogy szeretnünk kell egymást ugyanolyan mértékben, mint amire elutasítottuk egymást. Tehát nyilván ez egy másik szinten érezhető, és másképp. Tehát minél jobban felemelkedtek a teremtőhöz, az ego fölé, és szeretitek magatokat még egyre jobban és jobban, ez megadja majd nektek a példát, hogy hogyan kell viselkednetek egymással. Még egy kérdés Alexanderből. Mit tudna ajánlani a mi számunkra a webinár után? Ugye vannak új tanítványaink, akkor hogyan viselkedjünk egymással? A webinár után, ha összegyűltök, akkor azt ajánlom, hogy ölejétek meg egymást virtuálisan, hogy egy kölcsönös kommunikációban maradjatok egymással, kölcsönös kapcsolatban maradjatok egymással, és emiatt a kölcsönösség feltár közöttetek egy érzékelést, ami a szeretet, a melegség és az öröm, és ez maga az Isten. És így tud majd feltárulni a teremtő feltárulása a szeretet, és ez olyan mértékben fog megtörténni, amennyiben kölcsönösen akarjátok az örömet érzékelni egymás között. Tehát azt ajánlám, hogy tegyetek meg mindent, hogy ez az érzékelés megjelenjen és feltáruljon. És a legjobbat kívánom nektek, mondjára, és a viszontlátásra jövő vasárnapig, és akkor visszaadom a szót a szervezőknek. Barátaim, mi most a MAG klubba megyünk be, folytatjuk a beszélgetésünket oroszul. Tehát öleljük meg egymást, és most átmegyünk a klubba. Tehát viszontlátásra.